Szinte zsúfolásig megtelt az Ordasköz a hétvégén. Sokakat érdekelt az ott létrehozott ökopiac és játszóház. Az egyik szervező, Pataki Edina, arról beszélt, honnan jött a különleges kezdeményezés ötlete. Civil szervezet keretein belül rendeztük meg ezt a közösségi piacot. Az ötlet onnan jött, hogy baráti beszélgetések során sokat beszélgettünk arról, hogy szeretnénk egy picit máshogy élni, szeretnénk egy kicsit jobbá tenni a környezetünket, és az az első lépcsőfoknak ezt a közösségi piacot terveztük meg. A program alappillére tehát a környezettudatosság. A közösségi piacon arra is figyeltek, hogy minél kevesebb szemetet halmozzanak fel, mondta a másik szervező, Csoknyai Né Szűcs Nikoletta. Textilszatyrokat készítünk, különböző zsákokat is lehet kapni. A termelőket is kértük, hogy amennyiben lehet papír tasakokat hozzanak a nylon zacskók helyett. A piacon a helyi és környékbeli termelők portékáival ismerkedhettek meg az érdeklődők. Ráti Krisztina például Tápió Szent Mártonból érkezett. Ő az újrahasznosított farmer termékeit hozta el Ceglédre. Az emberek most már fölélik ésszel azt, hogy vannak olyan alapanyagok, amiknek igazából másodlagos életutat is tudnak adni. És mivel pont a farmer egy olyan textil alapanyag, amivel gyakorlatilag nem tudunk mit kezdeni, mert mit csinálsz vele, ha elszakad? Vagy kidobod, vagy feltüzeled, porronynak nem jó, olajosnak nem jó. Tehát inkább célszerűbb ugye a mintája, a különlegessége, a koptatása, esetleg hímzése véget egy másodlagos életet adni neki. Bár a farmer anyaggal nem egyszerű dolgozni, mégis megéri, hiszen változatos szín és formavilágot lehet belőle kihozni, mondta Krisztina. Ez pedig már az ökojátszóház, ahol a gyerekek újrahasznosított papírjátékokat próbálhattak ki. Az egyik kisfiú, Császi Balázs stábunknak elmondta, nagyon tetszik neki a játszótér. Ez szerintem egy nagyon jó és energiafejlesztő játszótér, és nekem a csocsó tetszik benne a legjobban, mert szerintem ez egy nagyon szuper játék, és szeretek vele játszani. A program szervezői egyébként arról is beszéltek, hogy szeretnének folytatást, hiszen az első alkalomra rengetegen kilátogattak, úgy látszik, van erre igény.